1300 oltalmazott egy olyan országban, ahol természetes az, hogy az emberek úgy fordulnak a másikhoz, hogy segítenek a bajba jutottaknak. Valószínűleg ez nem lenne téma az elmúlt pár évben Magyarországon. Nem ez volt a kormányzati kommunikáció fókuszában, hanem pontosan az elutasítás. Ehhez képest meglepő az 1300 oltalmazott, ami a magyar kormány jóváhagyásával, sőt támogatásával lépte át Magyarország határait. Volner János, a Jobbik frakció vezetője például azt szeretné megtudni, gondolom képviselőtársaival együtt Orbán Viktortól, hogy ez miért volt titok. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ennek egy rendkívüli országgyűlési ülést is szentelnek. Elmegy oda Orbán Viktor? Mit tudnak erről? Attól tartok, hogy a miniszterelnök tekintettel arra, hogy 11 éve menekül például a miniszterelnök jelölti vitáktól és minden egyéb nyílt megmérettetéstől, ebben az esetben is távol fog maradni az üléstől, hiszen számára ez azért kellemetlen, mert a kormány migrációs politikája egyik pillanatról a másikra látványosan összeomlott, bebizonyosodott, hogy nem igaz az a tétel, hogy a Fidesz megvédi Magyarországot, az bizonyosodott be, hogy Orbán Viktor elmondta a maga öszödi beszédét, amikor kiderült ez a bizonyos migránsbefogadás, titkos migránsokat nem Soros György akart ide telepíteni, hanem Orbán Viktor meg is tette. Na várjon, de hát ezzel a Soros tervet Orbán Viktor nem teljesítette, bár ez egy jól hangzó ellenzéki bombó lehetne most, hogy lám csak kiteljesíti a Soros tervet. Baj az, hogy ezt az 1300 menedékkérőt Magyarország beengedte a határain belőle? Ezzel az az állítás, hogy Orbán Viktor és a kormány megvédi Magyarországot és Magyarország határait a migrációtól, ezzel ez már nem állja meg a helyét? Az eredeti tételmondat az volt, hogy ők nem engednek be senkit, ellenállnak Brüsszel akaratának, a valóság azonban az volt, hogy mindenféle harc nélkül lefeküdt Orbán Viktor Brüsszelnek, teljesítette az uniós brüsszeli politikusoknak a kvótákra vonatkozó kívánságát, mielőtt még egyáltalán arra vonatkozó komolyabb nyomás érte volna Magyarországot. De Németh Szilárd azzal érvel, hogy ezek az emberek nem kvótamigránsok, hanem ezek menekültek, oltalmazottak, mert oltalomra voltak, jogosultak. Hogy ez két teljesen különböző, hogy ez ebben a formában nem igaz? Németh Szilárd azt kell, hogy mondjam, hogy ebben is hazudik, mint annyi mindenben. Gondoljon csak arra, amikor elindult a migrációs válság, mit is hallottunk mi fideszes politikusoktól folyamatosan? Azt, hogy az első biztonságos országig lehet menniük a menekülteknek, ott befogadást kell, hogy nyerjenek. Ezek az emberek azonban nem az első biztonságos országig jöttek, hanem több ezer kilométert utaztak azért, hogy erre a földre érkezzenek, és gazdasági bevándorlóként a jobb életreményében próbálnak itt letelepedni, holott egyébként közelebb is lett volna biztonságos elhelyezés nyújtó körülmény a számukra. Orbánék gyakorlatilag nem tettek egyebet, elköltöttek 22 ezer milliárd forintot egy orbitális hazugságra, folyamatosan becsapták a magyar embereket azt állítva, hogy ők megvédik a migrációtól Magyarországot, aztán részben a letelepedési kötvények révén 20 ezer embert telepítettek le Magyarországon, piszkos offshore cégekkel üzleteltek annak érdekében, hogy Habony és Rogán érdekköre 165 milliárd forintot keressen ezen az egyetlen ügyleten, a másik oldalról titokban a magyar embereket csúnyán átverve, a saját szavazóikat szédítve letelepítették itt ezeket a bizonyos migránsokat. Engedj meg egy kis korrekciót, nem 22 ezer milliárdot, hanem 22 ezer milliót, tehát 22 milliárdot költöttek el. Az összes többit meg az ön véleménye, ahhoz ilyen módon nem szólnék hozzá, viszont azt felvettem, hogy ezen a rendkívül ülésnapon azok, akik támogatták ezt az ülésnapot, sem lesznek egy véleményen feltétlenül önökkel. Ugye egy teljes ellenzéki támogatás mellett jön létre, az MSZP, az LMP odaállt önök mellé, viszont hát ők nem egyértelműen azt mondják, amit ön. Tehát nem az a bajuk, hogy itt van 1300 ember, aki oltalmazotti státusz kapott Magyarországtól, csak csupán a kormány hazugságát kérik számon, nem azt, hogy ők itt vannak, önök meg azt is, hogy ők miért vannak itt. Hát itt összesen 2300 emberről beszélünk, és arról, hogy a mai napon is folyamatosan folynak ezeknek a migránsoknak a betelepítése Magyarország területére. Ő onnan, hogy Lázár János maga jelentette be az általa tartott kormányinfón, és maga is őszintén beszélt arról, hogy idén is újabb letelepítések történtek, 50 emberről tudunk eddig, hozzáteszem, jóval meghaladó lehet ez a szám. És egyébként az is egy érdekes fejlemény, ebbe is érdemes belegondolni, hogy devizahiteles családok százezrei fuldoklanak, szó szerint olyan anyagi körülmények között élnek, erre a kormány titokban lakhatási programot indít a migránsok elszállásolására magánlakásokra. Hát ugye, ha már befogadtuk őket ide Magyarországra, akkor valóban a lakhatásukról gondoskodnunk kell. Ez ebből a szempontból szerintem normális. Viszont azon gondolkozom, hogy itt van ez 1200
98 ember, akit a brüsszeli döntés alapján Magyarországra visszaküldenének, de nem azért, hogy fogadja be Magyarország, hanem hogy bírálja el a Benedek kérelmét. Aztán dönt a magyar kormányzat, ahogy akar. De most ezt a számot úgy emlegeti, amióta a brüsszeli döntés megszületett a magyar kormányzat, mint amely alapvetően egy elfogadhatatlan tömeg. Ehhez képest itt van 1300 vagy 2300 ember, ugye ebben sem látunk egészen tisztán, úgyhogy észre se vette őket senki. Akkor mitől lenne elfogadhatatlan az 1298? Sajnos elég sokan észrevették, gondoljon csak arra, amit Vona Gábor sajtótájékoztatón fogalmazott meg. Csak akkor tudtuk, megvettük észre, amikor egy máltai lapnak Altusz Kristóf államtitkár nyilatkozott erről. Akkor döbbentünk rá arra, hogy több ezer menekültről van szó, de gondoljon arra, hogy azok, akikkel szemben bűncselekményeket követtek el ezek az emberek. Erről beszélt a tegnapi sajtótájékoztatóján Vona Gábor. De tudjuk, hogy közülük van olyan, aki bűncselekményt követett el az oltalmazotti 1300 között? Természetesen, hiszen az újsághírek alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy ők oltalmazottak, le is volt írva ezekben a hírekben, hogy oltalmazott volt az, aki például ellopott egy hölgytől egy bizonyos tárgyat, meg is harapta, oltalmazott volt az a férfi, aki egy embercsempész bűnbandát szervezett Magyarországon, és ilyen módon is maga is a migráció motorjává vált. A belügyminiszter azt állította, hogy ezeket az embereket nemzetbiztonsági szempontból átvilágították, hogy ellenőrizték. Orbán Viktor arról beszélt, hogy ők illedelmesen bekopogtattak, nincs itt semmi probléma. Mi azonban azt látjuk, hogy Magyarország nemzeti biztonságát természetesen ez az eset súlyosan veszélyezteti. Hát egy lopásból indulunk ki, itt ebben az országban előfordult már lopás anélkül is, hogy valaki oltalmazott lett volna. Nem csak a lopás, Egy tény, hogy ezek az emberek bűncselekményeket követtek el, ahhoz képest egy nem voltak soka, hogy ennyi bűncselekményre már most a sajtón keresztül rá is bukkantunk. Nem, Vona Gábor 5 esetet nevesített. Amiről eddig tudunk. Mert a hitelessége omlott össze. Nem, ezek a tények, ezeket meg lehet nézni, meg lehet keresni ezeket az újságcikkeket, konkrétan tehát, hogyha ők lebuktak azzal a cselekménnyel, ami törvénytelen volt, akkor gondolom, hogy a magyar jog alapján őket elítélik. Természetes, csak az összes többit megbélyegezzük az ő bűnökkel. Nem kell nekünk harmadik világbeli problémákat importálni Magyarországra, éppen elég a magunk baja, és ahogy Orbán Viktor mondta, azt kell, hogy mondjam most már utólag, ő a saját véleménye alapján hazudta, a magyar embereknek joguk van eldönteni azt, hogy kivel szeretnének együtt élni, és kivel nem. Én azt látom, hogy elég kicsi az igény például a Szomáliából érkezett harmadik világbeli polgárokra Magyarországon. Visszaveszik a témát? Mert ugye gyakorlatilag ez a Jobbiktól indult, és a Fidesz kisajátította érezve azt, hogy ebben lehet keresni valójuk. Most ezek visszaveszik a témát? Hát, Magyarország megvédését a migrációval szemben? Számunkra az a fontos, hogy derüljön ki, hogy mindenki mit gondol és mit tesz ebben a kérdésben. Én egyébként azért is örülök a parlamenti ülésnapnak, mert a baloldali pártokat is színvallásra kényszerítjük, hiszen gondoljon bele, a baloldali pártok nem jelentkeztek ám azzal, hogy Orbán Viktor csúnya dolgot tett és nem szabad ide befogadni migránsokat. Most tisztázódtak az álláspontok, a Jobbik az egyetlen párt, amely a migrációs veszélytől valóban megvédi Magyarországot. Mi garanciát vállaltunk arra, hogy nem csak megszüntetjük egyszer s mindenkorra a letelepedési kötvények intézményét, de el is számoltatjuk azokat, akik ebben a piszkos offshore bizniszben eddig részt vettek. Hát várjon, most egyre a baloldali pártok a rendkívül ülésnapot támogatták, lehet, hogy meg fogják öntletni a vezérszónokaik. Lehetséges, hogy ez a rendkívül ülés teljesen értelmetlen lesz, és egy órával később határozatképtelenség okán meg is szűnik az ülésnap. Ezzel is számolnak? Számolunk nagyon sok mindennel, de azért azt nagyon fontos látni, Rónai úr, hogy Orbán Viktornak arra is magyarázatot kell adnia, például, hogy mi történt Őcsényben. Orbán Viktor maga fogadott be olyan migránsokat, akit egy szervezet elvitt Őcsényben üdültetni, aztán Orbán Viktor pártja elkezdte hergelni az embereket a migránsok ellen, azért, mondvá, hogy nekik joguk van megvédeni a saját életterüket, és hogy tiltakozzanak a migránsok megjelenése ellen. De még egyszer mondom, ezek nem Soros György migránsai voltak, ezeket az embereket Orbán Viktor maga fogadta be. Ezzel Orbán Viktornak el kell számolnia, nem futhat az idők végezeteig, mert április 8-án a magyar emberek az ő sorsáról is dönteni fognak. Erről a témáról Tamás Gáspár Miklóssal beszélgetünk még ma este, egy egészen másik aspektusból követi Orbán Viktor ez irányú tevékenységét, mint önök. Érdekes lesz egy este meghallgatni ezt a kettőt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!